Bogyiszlói zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán. Az eseményen Appelszófer Ágnes polgármester mondott ünnepi beszédet. A forradalmárok jól tudták, erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Így vált 1848 óta a nemzet összetartozásának tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadságot nem osztogatták, nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A márciusi ifjakkal kezdve 7 nemzedék adta vérét és életét a nemzet szabadságáért, azért, hogy nekünk már ne kelljen. Nekik tartozunk azzal, hogy a béke oldalán állunk, hogy felelős döntéseket hozunk, és mindig a szabadságot, a nemzet iránti hűséget választjuk. Az esemény lezárásaként a város vezetői és a társadalmi szervek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Szent István Parkban álló 48-as emlékművet. A nap további részében a Mözsi Emlékparkban szintén műsorral és koszorúzással tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.